határon túli világban a magyar nemzetpolitika elismertsége az jelentős. Éreznie kell a kárpátaljai magyarságnak, hogy Magyarország és az a közösség, mely az anyaországban él, ott áll mellettük, mögöttük is, óvja, vigyázza őket is. Nyilatkozta a TV21 Ungvár stábjának Széli Katalin, miniszterelnöki megbízott, az országgyűlés korábbi elnöke Visegrádon a II. Kárpát-medencei média találkozón. A politikus szerint a kárpátaljaiak tudják a legjobban, hogy a 21. század harmadik évtizedének elején mennyire fontos a béke és a biztonság kérdése. Az elmúlt 12 esztendőben sikerült annyira összehozni a nemzetet, hogy szerintem soha nem látott egységben van. És mára már elértük azt, hogy nem lehet, hogy jöjjön bárki, aki ezt szét tudja bombázni, vagy egyáltalán szét tudja verni. És nekünk ezt meg kell őrizni, mert és azt hiszem a kárpátaljaiak különösen tudják azt, hogy a 21. század harmadik évtizedének elején mit jelent a béke és a biztonság kérdése, hiszen ha valaha számunkra ezek fontos értékek voltak, akkor most különösen, hiszen minden egyes személy kiszolgáltatott, kitett azoknak a körülményeknek, amit ez a világ számunkra és ez a globális őrület hozott, gondolok itt a migrációra, a pandémiára, és hát nyilvánvaló, hogy azon ukrán-orosz háború okozta következmények is, mint amit egyébként a válságjelenségek jelentenek gazdaságban, energiában, inflációban. Éppen ezért, ha egymásra vagyunk utalva most, akkor különösen, és ezen csak úgy tudunk segíteni, hogy az a közösség, amit úgy hívunk, hogy magyar nemzet, óvni tudja a saját tagjait, a saját közösségeit, és szerintem amit a 12 év alatt építettünk, az pontosan oda jutatott, hogy mára már ez az együttlét, ez ezt a békét és biztonságot még Kárpátalján is, és a kárpátaljai közösségnek is tudja biztosítani, hiszen minden pillanatban érezniük kell, hogy még akkor is, hogyha az ukrán többségi társadalom ilyen körülmények között is a nyelvi, az oktatási jogok szűkítésén, turulszobor eltávolításán gondolkodik, vagy ezt teszi, nekünk akkor is tartásosnak kell maradni, és nekünk össze kell fogni, és érezni kell a kárpátaljai közösségnek, hogy Magyarország és az a közösség, akik az anyaországban élnek, ott áll mellettük, mögöttük, és óvja, vigyázza őket is.